Egész nyáron dolgoznak a kisebb fejlesztéseken a szekszárdi távfőszolgáltató munkatársai. De nem csak az utcákon, az irodákban is sok a munka. Az önkormányzati cégnek ugyanis már most meg kellett venni az októbertől októberig tartó időszakra szükséges földgáz mennyiséget. Idén pedig a nyersanyag drágulása miatt minden korábbinál sokkal többet költöttek erre. Körülbelül ötszöröse az eddigiek. Eddig volt 800 millió gázszámlánk, most lesz csak a gázszámla 4,3 milliárd. Úgyhogy hát van kihívás. A távfőszolgáltató 6500 lakást lát el hővel és melegvízzel. Ezekre az ingatlanokra nem vonatkozik a rezsicsökkentés átalakítása. Vagyis hiába kerül sokkal többe a cégnek a gázbeszerzése, a fogyasztóik ebből semmit nem éreznek. Egy forinttal sem fizetnek többet az idei szezonban, mint tavaly. Ez csak úgy lehet, hogy az állam támogatásból, amit utólag kapunk meg, úgyhogy mindenképpen meg kell növelni a fogyasztói hitelünket. Tehát az önkormányzati távfőszolgáltató nem tehet mást, mint jelentősen eladósodik annak érdekében, hogy a lakosság ne érzékelje a földgáz piaci árának drágulását. A vállalat egyébként évről évre közel 200 millió forintot fizet ki az úgynevezett széndioxid kvótára is. Ez lényegében egy környezetvédelmi adó, amit az elégetett alapanyag mennyisége után számolnak ki.